A kommunista kiskirályok olyan történeteket tartalmaz, amelyek erőszakot, a szervezett bűnözésre emlékeztető rendőrségi és katonai akciókat, inkompetensek vezetővé kinevezéseit és a hatalommal való visszaélés számos fajtaján mutatják be a rendszerváltási előtti időkből egészen 1945-ig visszamenőleg. 2018 végén a Magyar Nemzeti Levéltár megkereste a tagintézményeit, így a Szabolcs-Szatmár Beregmenyei Levéltárat is, hogy készül egy ilyen kötet, amely kötetben a szocializmus korában elkövetett törvénysértéseket, a hatalomgyakorlás mechanizmusát próbálnák meg bemutatni, és mindenhonnan kértek történeteket ehhez a kötethez. A főlevéltáros elmondta, a 17 történet Nagykanizsától Sátoraljóhelyig az ország számos pontjáról 1945-től egészen az 1985-ös tarpai botrányig mutatnak be történeteket. Kutatás közben megismerve az íratanyagot úgy tűnik, hogy ezek leginkább a termelőszövetkezetekhez kapcsolódtak, hiszen a termelőszövetkezetek voltak a legnagyobb munkaerők, a legnagyobb forrásai lehettek ezeknek a visszaéléseknek. A tarpai történet is erről szól. De mondom, van sok minden más is, például rendőrségen belüli gyakorlatilag szervezett bűnözésre utaló, nem csak utaló, hanem a szervezett bűnözés összes jegyeit mutató betörés sorozat, amit rendőrök és katonák követnek el. És hát ezek a tapló erőszakoskodások, különösen az 50-es, 60-as években, amikor az alkoholnak igen nagy szerepe volt, és amikor az elvtársak berúgtak, akkor gyakran erőszakoskodtak a hölgyekkel. Gottfried Barna hozzátette, a kötetben bemutatott történetek az állampárt idejében is kirívónak számítottak, így a legtöbbjüket fegyelmi eljárás követte.